Szép számmal gyűltek össze a Babits Mihály Kulturális Központ dísztermében a Szekszárdi Sportközpont atlétika szakosztályának tagjai és hozzátartozói. A Sportélmény Alapítvány és a központ 2005 óta minden évben díjjal jutalmazza a legjobb serdülőkorú atlétákat négy szakágban. Az elismeréseket az U16-os korosztályban sikeresen szereplő ugró, dobó, sprinter és középtávfutó versenyzők kapják. A Vaszkó Judit emlékére 2008-ban létrehozott vándorserleget is a rendezvényen adták át. Nagyon örülök, hogy a Sportélmény Alapítvány ilyen aktívan beszáll Scherer Tamás részvételével, aki ugye a szakosztályvezetőnk is. Én úgy gondolom, hogy az atlétika helyzete Magyarországon, de talán akár európai szinten is azt mondhatom, hogy a szekszárdi körülmények azok kiemelkedők. Tehát mind infrastruktúrába, mind edzői minőségbe, illetve gyerekanyagba is nagyon előjárunk. Szőke Gergő azt is hozzátette, a mostani fiatalok számára példaértékű lehet, hogy az atlétikának köszönhetően egy vidéki kisvárosból felnőtt magyar bajnoki címig, vagy a válogatottba is bejuthatnak és egzisztenciát szerezhetnek. Amellett, hogy minőségünk is van, évről évre nő a mennyiség is. Tehát közel 100 atlétánk van, négy különböző csoportban, tehát ott vannak távfutóink, vannak sprintereik, vannak ugróink és dobóink. Azt szeretnénk, hogy a jövőben minél több edzőt, szakedzőt be tudjunk vonni, és ezáltal a gyerekanyagot is tudjuk növelni. Úgy látom, hogy erre meg is vannak a lehetőségek itt Szekszárdon. 2021 legjobb U16-os dobóatlétája Kurz Kata, ugróatlétája Gréci Balázs, sprintere Orbán Zaják Péter, és a legjobb középtávfutónak járó elismerés pedig Gyányi Zsombor Buda vehette át. A Vaszkó Judit emlékdíjat pedig idén Katona Kitti kapta meg, aki az U23 OB-n női magasugrásban harmadik helyezést szerzett.